Televíziónk vendégként hívta meg Kovács Krisztiánt, a Békés-megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Polgári Védelmi Kirendeltség vezetőjét. No hát jó hosszú a titulus. Üdvözlöm! A június 2-án éjszaka kapta a riasztást. Hova és miért kellett menni? Kezét csókolom, köszöntöm a televízió nézőit. Igen, június 2-án kaptuk a riasztást, hogy jelentkezzünk a Borsod-megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon. Nem csak én, hanem a gyulai kollega is, illetve a megyénkből 30 tűzoltó. Ez 5 tűzoltó parancsnokság, hogy jött össze az állomány. Hát hajnalban indultunk, és délelőtt kellett jelentkezni a megyei igazgatóság veszélyhelyzeti csoportjánál. Ott már lehetett tudni, hogy hova tovább? Akkor még nem. Tehát amikor megérkeztünk, akkor döntötték el pontosan, hogy hol van ránk legnagyobb szükség. Én akkor első körben Miskolci Polgári Védelmi Kirendeltség megerősítésére lettem vezényelve. Ezen a kirendeltségen 40 település tartozik az illetékességi területéhez, ebből a 40-ből 27 település védekezett valamilyen formában az árvíz és a bervizek ellen. Az első nap az ő munkájukat kellett segítenem, itt 24 órás ügyetet tartottunk és koordináltuk a védekezést. Majd ezt követően kerültem ki, a következő hajnalban kaptunk szintén egy riasztást, hogy nagy gondok vannak Onga Ócsanálos településen. Erről a településről tudni kell, hogy ez egy 274 lakosú kis település, de nem önálló, hanem Onga településhez tartozik, Onga Újfaluval egyetemben. Ez a kis település gyakorlatilag a Vadászpatak, illetve a Hernád folyó összefolyásánál, torkolatánál fekszik, tehát egyik oldalról a Hernád, másik oldalról a Vadászpatak, a harmadik oldalról pedig egy körgát vette körül, tehát gyakorlatilag teljes egészében víz vette körül. Ez egy zsáktelepülés, egy hídon lehetett a településre bejutni, illetve egy bekötő út vezetett idáig a hídhoz is. Mi volt a közvetlen feladat? Hát itt a legnagyobb probléma az volt, hogy már előtte 2-3 héttel is folytattak védekezést, már akkor is szerencse volt, hogy meg tudták a falut védeni, de ezt követően, amikor már mi érkeztünk, akkor egy újabb csapadék zóna érte ugye a területet, és az addigi legnagyobb vízszinthez képest még plusz 40 cm-t vártak. Hát ez nem volt megszokott azon a környéken igazából, mert tehát nagyon gátak sem voltak, illetve nem is nagyon emlékeztek ilyen nagy vizekre. Ami az én szerencsém volt a szerencsétlenségben, hogy hál' Istennek Békés-megyei vízügyes kollégák kerültek szintén a településre. Tudnám mondani név szerint Valasján László urat, a vésztői területi felügyelőt. Tehát már megnyugodtam, hogy jó kezekben van a település. Itt igazából a védekezés folyt, mégpedig abból állt a védekezés, hogy nyúlgátakat építettek, és ezt a nyúlgátakat próbálták megerősíteni. Mivel említettem, hogy nem voltak gátak, ezért gyakorlatilag zsákokból kellett gátakat építeni. Volt néhol, ahol 1-1,5 méter magasságban. És hát azt tudni kell, hogy a mi folyóinkkal ellentétben ezek nagyon gyors lefolyású vizek jöhetnek. Tehát gyakorlatilag 1-2 napon belül följön a nagy víz, de hát ugyanilyen gyorsan le is megy. Tehát gyakorlatilag az idővel küzdöttek a vízügyes kollégák, tehát mindig zsánkonként haladtak, ahogy jött fel a víz. Az egyik feladat volt a kitelepítés megszervezése, ahol ugye azért szigorúnak kell lenni, hiszen ha menni kell, akkor menni kell, de hát mégis gondolom, hogy lelkileg is egy nagy teher volt. Hát igen, mindenféleképpen, tehát amint említettem, 274 lakos volt a településen. Hát elég sok idős ember öreg házakkal, tehát mindenki féltette az értékét, a kis állatát, mindenét, tehát az egész élete munkáját. De nem volt más választásunk. A vízügyes kollégákkal egyetemben döntöttünk, a polgármester úrnak tettük meg a javaslatot, hogy a falut már pedig ki kell menekíteni, illetve ki kell telepíteni, hogy nehogy menekíteni kelljen később. Mivel nagyon úgy állt a helyzet, 2 árhullámot vártunk, hogy elképzelhető volt, hogy a falut nem tudjuk megvédeni. És ezért hozta a polgármester úr azt a döntést a javaslatunkra, hogy a falut ki kell telepíteni. Ez meg is történt, kihirdettük a kitelepítést, de azt tudni kell, hogy ettől függetlenül, hogy
megkezdték a kitelepítést, 142 lakos nem volt hajlandó elhagyni a települést, ehhez joguk van, ennek a 142 emberrel alá kellett írhatnunk egy nyilatkozatot, miszerint saját felelősségre maradnak a településen. De ettől függetlenül megpróbáltuk az értékeket menteni, állatokat vittünk ki, lovakat, teheneket, malacokat, tehát az olyan értékeket kivittük a településre, gépjárműveket, mindent, amit, mert félő volt, hogy ettől függetlenül bejön a víz és a nagyobb károk keletkeznek. Gondolom feladat volt az egyedül maradt, őrizetlenül maradt házak védelme is? Természetesen, tehát amikor egy település kitelepítésre kerül, akkor ennek az őrzés védelméről intézkedni kell. Természetesen voltak a helyszínen rendőrkollégák, akik amint a kitelepítés megtörtént, onnantól kezdve a településen járőrszolgálatot láttak el, és a hátrahagyott házakat a fosztogatók ellen, vagy a fosztogatóktól védték. De hál' Istennek ilyenre, tehát fosztogatás nem volt a területen. Az interneten, terjed, bár ez pozitív értelemben lehet mondani, képsorozatok, ami tulajdonképpen arra buzdítja és hívja fel az emberek figyelmét, hogy minél többen segítsék az árvízkárosultakat, mindenki olyan módon, ahogyan tudja. És ebben a képsorozatban teljesen véletlenül az őrnagyúr képét is lehet látni, ahol éppen egy idős bácsival, azt hiszem talán térdig, vagy még fölötte bérő vízben állnak, ott éppen mi volt a beszélgetés témája? Tehát amikor a kitelepítés megtörtént, ezt mi gépjárművel hangos beszélőn keresztül kihirdettük a településen, de ettől függetlenül gyalogosan is lejártuk a település összes házát, mindenkit személyesen megkerestük, már csak amiatt is, hogy nekünk egy pontos nyilvántartást vezettünk arról, hogy a település melyik házában hányan tartózkodnak. Mert akik nem települtek ki, nekem akkor is tudnom kellett azt, hogy ha ne adj Isten mégis átszakadna a gát, akkor a kimenekítéskor hol keresek embert, melyik házban van ember, és melyik ház az, ahova nem kell mennünk. És pont egy ilyen terület volt az, amikor a hölgyek azon a része már nem tudtak bemenni, mert az önkormányzat alkalmazottaival közösen mértük fel a települést, és azon a része már akkor, tehát akkor még igazából nem volt nagyon nagy a víz, de már akkor víz alatt állt a falunak egy része, és de a gumicsizmával lehetett bemenni, és azért mentem én. És az idős úrral éppen ezen ment a beszélgetés, illetve hogy elhagyja a települést, illetve hogy marad-e. A hírekből azt is lehetett hallani, hogy bizony ugye, hát az idő is szoros volt, de a mentésben résztvevőknek az ellátásáról bizony, hát pláne az első órákban, napokban nem nagyon tudtak gondoskodni. Itt gondolok akár a tisztálkodásra, élelemre, vízfogyasztásra. Milyen volt ott a helyzet? Tehát azt tudni kell, hogy egy ilyen helyzetben semmelyik település nincs arra felkészülve, hogy egy ilyen érdetlen embermennyiséget ellásson, elszállásoljon. Tehát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy nem is lehetett ezt terválni. Amikor az emberi életek mentek tönkre, és házak dőltek össze, tehát nem volt az igazából fontos, hogy van-e hol aludni, és hogy kapunk enni. Hát én is az első három nap, megmondom őszintén, a nyívámban aludtam, mert nem mertem elhagyni a települést, mert attól féltem, hogy nem tudok esetleg visszajönni. De hát ez is úgy működött, hogy egy-két órát aludtunk az autóban, mert utána már gyakorlatilag meg ismét talpon kellett lenni és folytatni a védekezést. Hát az élelmet meg, amit kaptunk, azt megköszöntük.